Ha most vásárolsz egy PGDN-es terméket, akkor kapsz mellé egy átlam aláírt ajándékkártyát is. Szeretnétek ingyenes PGDN-es termékeket nyerni, akkor nincs más dolgotok, mint bekövetni a Insta és Facebook oldalamat, ami ott van a képernyőn, de amúgy a leírásban is. Ott van, ott bekövettek, és talán olyan a havi, két havonta egyszer szoktam általában nyereményjátékokat tartani, és ezeken az oldalokon mindig kaptok infót a legújabb videóimról, és néha én is szoktam kiposztolni mondjuk kisről meg ilyenekről a képet, szóval megéri követni. Szeretnél király és hasznos PGDN-es termékeket venni, akkor a leírás legfelső sávba kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatást. Esetleg a történetes videóimat szereted, esetleg az iskoláskat, esetleg a túlélő sorozatos videókat, esetleg a küldetéses videókat, vagy talán azt, amikor más videósokkal vagyok együtt. Tudjátok, rettentő sok csatornám van, összesen 4 darab, ha esetleg valamikre nem vagytok feliratkozva, akkor ezt mindenféleképpen tegyétek meg, különben le fogtok maradni eléggé sok videómról. A képernyőn látjátok minden ilyet, de a leírásban is ott van. Nagyon szépen köszönöm annak, aki esetleg ezt megtette. Na jó, mindenki, sziasztok, sácskint, reméljük, és itt vagyunk egy következő Minecraftos videóban. Sziasztok, sziasztok! Remélem, hogy tetszett az új intro. Kicsikét hosszú, tudom, de hát rettentő sok dolgot kell, vagy rettentő sok dolog van, amit úgymond így meg tudtok általán nézni, vagyis úgymond egy hirdetek, szóval. Bocsi, nem akartam ennyire, hogy hosszú legyen, de sajnos ez így alakult. Na de, várjunk bele akkor a dolgokba! Annyit így elmondanék, hogy hajnali 3 van, szóval eléggé fáradt vagyok, de tudjátok, mindenféleképpen kell videó. Ja, igen, itt van Kis, szia Kis. Szóval ja, mindenféleképpen kell videó, és a mai nap nem is egy egyszerű általános videó lesz, ugyanis egy eléggé különleges videó lesz, ugyanis egy tök jó régi ismerősömnek van a születésnapja, Jézusom, de összekeverem, szóval a esküvője, és erre fogunk most elmenni, ugyanis kaptam meghívót, szóval ja, menjünk szerintem, és gyors, látogassuk is meg azt a barátunkat, hogy hogyan viseli az esküvői, vagy nem tudom, főlegény életet, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy hamarosan fér lesz, mert azért, ja, eléggé, nem tudom, megterő dolog tud lenni, ott már látom, készülődnek is elő a izére, ott van közben a menyasszony, a barátom. Hol van a barátom? Ott van Krisztián. Szia Krisztián! Hello! Cső! Szia Krisztián! Hali hali! Na, mi a helyzet? Szia! Hello! Nos, tudom, hogy ma van a nap, nagy nap, meg minden, nem tudom, amúgy eléggé furcsa ruhád van. Kicsit izgulok. Nem baj, nyugi, nem kell izgulni. Figyelj, nem tudom, hogy van-e fotósotok, de amúgy hoztam kamerát, szóval, hogyha akarod, lehet, hogy fel tudom venni. Meg ilyenek, szóval, ja. Meg annyi, hogy igazából esküvői ajándékként hoztam 10 gyémántot. Ezt neked adjam, vagy a mennyasszonynak majd? Tehát, hogy érted, megörülnek kéne adnom ezt a izét. Tehát, hogy vagyis a 10 jémán tömböt, ja, 10 jémán tömböt hoztam. Majd a végén köszönjük, jó rendben, akkor igazából ennyi, aztán sok sikert meg minden. És ugye Kis is eljöhet, tehát, hogy azt meg akartam kérdezni, hogy Kis is elhozhatom-e a biztonság kedvéért, nehogy érted, természetesen jó, köszi szépen. Na, nézzük meg akkor a mennyasszonyt, hogy velem izu van. Hello, Dóra szereti a kutyákat. Szia! Hello, szia Dóra, hello. Mit mondott a végén, adjam oda? Mindegy, tudod mit, tessék, itt van 10 jémentömb, ez a mennyasszonyi ajándék, vagy esküvő ajándék, fogalmam sincsen. Mindegy, ezt nektek adom, így ajándékképpen boldog esküvőt, vagy valami ilyesmi. Wolf, köszönjük, és amúgy itt a kutyusom, Kis, szia. Na, sokat hallottam rólad, köszi szépen meg minden, ez nagyon király, azt hiszem. Na jó, mikor kezdődik az én? Megsolgatom? Persze, nyugodtan. Persze, kis az szereti a lányokat, azt hiszem. Ja, mivel kisfiú, ezért szereti a lányokat. Ja, igazából. Ennyi. Jó, tök cuki. Ja, hát igen, aranyos, na minden. Na jó van, igazából ennyi. Nem tudom, mikor kezdődik az esküvő, hogyha esetleg úgy szabadnak kérdeznem, vagy nem tudom. Mégiscsak. Most kérlek, elmennél Krisztiánhoz? Ja, persze. Ja, elmegyek, hogyha annyira akarod. Jól van. Nem tudom, miért mondtam, hogy menjek el Krisztiánhoz, de jó van, elmegyek Krisztiánhoz. Merre megy, vagy mi van vele? Mi van vele? Na várjátok, kövessük már, mit csinál? Esküszöm, kíváncsi vagyok. Nézzük meg, hogy mit csinál. Azt mondta, hogy menjek el Krisztiánhoz, de... Aha, ez Krisztiánék háza. Ez Krisztiánék háza, srácok. Mit csinál? Mit csinál ott? Ott valamit izél, oké, valamit szed ki a ládából, de amúgy... De amúgy, miért jött most így ide?
Ujjaj, Ajaj, oké, okay, nem tudom, hogy Ajaj, észrevett, szia, hello, Mizu, mit csináltál? Hello, mi a helyzet, te mit keresel itt? Hát semmi igazából, csak kíváncsi voltam, hogy merre mentél, vagy nem tudom. Mert érdekes volt, nyugi, nem kell, most miért vettél egy gyémánt kardot? Nem láttál semmit, jó, nyugi, mi csináltál? Nem tudom igazából, nem láttam, persze, jó. Most mi van? Most ezt miért csinálod? Ha elmondod bárkinek véget, de mit mondok el, nem is tudom, hogy mit csináltál. Hallod? De semmit, nem is láttam, csak annyit láttam, hogy beletúrtál a chestbe. Nem értem. Tehát, hogy így, pontosan tudod, te tök. Én nem akarok tök lenni. Mit csináltál? Mi van itt a chestbe? Ez egy üres chest. Ebben semmi nincsen, ahogy látom. Vagy nem tudom. Ó, amúgy ez mennyire aranyos már. 2020.03.07 Krisztián plusz Dóra. Nem tudom, hogy mit csináltál. Üres a chest. Tehát, hogy... nem tudom, hogy pontosan mit nem kellett volna látnom. Elvittem a cuccokat, már mindegy, úgysem beszélsz. Milyen cuccokat vittél el? Milyen cuccokat vittél el? Vagy nem értem. Ez így egy kicsikét... mi az? És az esküvőre se jössz biztonsági okokból. Most mi van? Nem értelek! Milyen cuccokat vittél el? Vagy mi van? Mi a... Ne szívassatok már most, hogy ezt tele kezdem nem érteni. Ja, mindegy, itt egy bőrszett, ezt felveszem legalább, hogyha már így itt volt. Jó, elvileg valami cuccokat vittél, vagy nem értem, de... Jó, tudom, hogy beszélek Krisztiánnal, ezt én teljesen nem értem, hogy ez most mit csinált ez a csaj. Szia édesem, jaj, nem, most már pont izénél van. Ajna már, na jó, várjuk már meg, hogy elmenjen. Vagy valami, Istenem, na jó, bemegyek ide. Miről beszélgetnek, vagy nem tudom. Annyira szeretlek és vártam ezt a napot. Értem, tehát szeretik egymást, nem tudom, vagy valami ilyesmi. De most miért fenyegetett engem meg a csaj egy gyémánt korddal? Tehát, hogy ez így mi volt? Na jó, várjuk meg, amíg Krisztián egyedül lesz, aztán beszélek vele szerintem. Mert nem akarom, hogy a csaj az lássa, hogy egyetlen beszélek vele. Mert lehet, hogy rám támad, amennyire... nem tudom. Na jó, megyek, hello, oké, elment. Hello, szia Krisztián! Figyelj, bocsi, hallgatóztam, de mindegy. Figyelj már, a csajod, vagy nem tudom, a mennyasszonyod kezdek aggódni. Hát én is, eléggé durván. A mennyasszonyod az megfogta és megfenyegetett engem egy gyémánt karddal. Miért? Hát mondom, megfenyegetett engem a mennyasszony, egy gyémánt karddal, hogy nem láttam semmit, valamit a ládátokban turkált, és azt mondta, hogy elvett mindent. Vagy nem tudom. Tehát ott volt valami láda, ott a izé, micsoda. Igen, ott volt egy láda a szobátok közepén. A ládában. Igen, ott volt egy láda a szobátok közepén, aztán azt mondta, hogy elvett mindent, megfenyegetett egy gyémánt karddal, nem láttam semmit, és azt mondta, hogy nem megyek az esküvőre, meg hogy ne szóljak neked, meg senkinek, meg ilyenek. Szóval, ja, jó lenne, hogyha, nem tudom, jössz, megmutassam? Hát jó, mutasd meg, kérlek, jó, hát megmutatom, gyere. Istenem, amúgy nagyon durva, hogy na egyszerűen nem. Tehát kiégek, hogy egyszerűen komolyan a csaj az nem tudom mit csinál, ott áll. Jaj, csak meg ne lásson minket, csak meg ne lásson minket. Jó, jövök. Jövök be, jó. Szia, na, Krisztián. Gyere, Krisztián. itt ebbe a ládába, látod? Na, igazából üres az egész, Krisztián. Krisztián, ne, jön a csaj. Üres az egész, látod, Krisztián? Üres az egész. Üres? Hát nem látod, hogy üres? Üres az egész, szóval nem tudom, azt mondta, hogy elvett valamit. Na ennyi. Ebben volt minden értékünk, Értéketek? Aha, tehát akkor kire volt a csaj igazából, nagyjából így ennyi. Ugye, mondd, hogy nem te voltál. Mi? Nem én voltam! Nem én voltam! Most komolyan rám fogod? Ha a csaj zsarolt engem meg egy gyémánt karddal, biztos, hogy ott lesz amúgy nála, mert nem ment el sehova, egyből visszament oda. Biztos, hogy nála van. 100%, hogy nálam, biztos, hogy nem. Mondom! Hát Krisztián, ne szórakozz már! Ó, Istenem, ilyető nem tenne. Hát, nagyszerű, akkor nem tudom. Aha, Istenem. Mit csinálják, de komolyan. Ezt valahogy meg kéne neki mutatni, vagy nem tudom. Istenem, jaj! Hello! Szia! Baj van. Kezd szerintem baj lenni. Ujjaj, nem mondtam neked valamit? Jó van, nyugalom már, Dóri! Figyelj már, jó, oké, majd ők szépen elbeszélgettek. Jó, tudjátok mit? Nem beszélgessek el szépen ti ketten. Most mi van? Most mit akarsz? Nagyon durván követ engem. Majd mi ketten.
Mi ketten? Jó, nyugalom. Figyelj, én nem csináltam semmit. Nem mondtam neki semmit, Jugi. Esküszöm. Semmit nem mondtam. Mit képzelsz? Mi az, én mit képzelek? Hallod, te loptad el neki az értékeit? Vagy nem tudom mit, elmondtad? Ja, igen, tudom mit, nem érdekel, elmondtam. Igen, elmondtam. Ne tartsam azt a gyémántkardot, mert elegem van belőled. Jó? Te idióta. Elloptad minden értékét? Jézusom, és még én vagyok az idióta. Hát, most na. Azért ez nem normális egy menyasszonyhoz képest, vagy nem tudom. Legalább mondd, hogy miért tetted? Szét akarsz minket szedni? Miért tetted? Meséld el, hogy miért tetted, ha? Na, figyelj, mondd el, hogy miért tetted. És akkor esküszöm, segítek, hogyha valami nyomós, vagy nem tudom, indok, vagy nem tudom. Édesem, mi a baj? Na, szépen beszéltek meg ti ketten, én nem akarok beleszólni a vitáitokba, de a csajod az eléggé csúnyán meglopott téged. Igazából, szóval, szépen beszéltek meg ti ketten, jó? Oké? Okay? Szerintem én így, nekem így ennyi elég is volt, jó? Tehát itt a kamera, majd vegyétek fel, nem látod az értékeket? Figyelj, itt a kamera, jó? Majd vegyétek fel szerintem ti az esküvőt. Én lehet, hogy ezek után inkább kihagyom, mert konkrétan megfenyegetett engem egy gyémántkardla menyasszony. Mondjuk azért a végre mondjuk kíváncsi vagyok, ebből mi lesz, de egyszerűen eszerűen fogalmam sincs, hogy most tényleg meglottam el a csajőt? Na jó, úgyis elmondta, ez a nem normális. Na, hoppá, bevallja, vagy mi van? Akkor vége? Ennyi? Ennyi? Bevallod? Eddig tagadtad? Nagyon hosszú idő volt. Van valami, amit el kell mondjak? Jaj. Oké. Na nézzük. Na mondjátok akkor egymásnak az őszinte dolgotokat, én leszek a kibékítő. Na, srácok, szépen, mondd el, hogy mit vétkeztél, menyasszony. Mondd el a vétkeidet, bűneidet Krisztiánnak. Aztán feláldozást nyerhetsz, nem tudom. Na, csak a pénzedért szerettem volna hozzád menni. Na jó, ez azért eléggé csúnya. Krisztián, ezt én nem majdnem ennyiben. Bocsi Krisz, esküszöm. De esküszöm, hogy a pénzért akartál hozzávenni, hát ez nagyon jó. Hát Krisz, én ezek után dobnám a csajt, nem rosszból. De ez így nem oké. Ez így nem oké, mondjuk én annyira izé vagyok, amúgy nem is kéne beleszólnom, majd ezt ők megbeszéljük. Hát én ehhez mit szóljak? Hát nem tudom, Krisz, hát döntsd el te. Én melletted állok, mi barátok vagyunk, de ez a csaj ez meglopott téged, de én nem majdnám. Meg alapból, hogyha valaki csak a pénzért szeret, az szerintem nem normális. Az nem lenne normális házasság, szóval szerintem nem rosszból, tényleg, meg szeretem a lagzikat, meg a házasságokat, de tudod mit? Kifizettem az esküvőt és ennyi. Mi? Ja, hogy tudod mit? Kifizettem az esküvőt és ennyi? Nem tudom. Mindegy. Szóval, mi lesz a vége? A felesleges vitákat léci hagyjuk. És ennyiért szeretsz? Ja, ennyiért szeretsz? Miért nem szeretsz? Krisztián, mondd meg neki! Gyerünk! Nincs is pénzem! Viszont nincs is pénzem. Most mi van? Csak kevés. Hát nem tudom, hogy mennyi pénzed van, hát honnan tudjam. A csajnál van szerintem. Én a helyetben visszakérném amúgy tőle. Tehát most nem rosszból amúgy. Na mindegy. Itt a vége, Dóra! Ne! Vége van! Véget vetettem egy kapcsolatnak, mennyire szörnyű vagyok, de ez nem normális kapcsolat volt, mert mi az, hogy meglopta a csávót? A rendőrök meg majd intézkednek, na kapjuk el, gyere vissza! Gyere vissza, Dóra, ne menekülj el! Dóra felfedező, gyerünk, hey, come on! Megyünk együtt, nyomás, gyerünk, Dóra, megyünk! Ez meg se kottyán nekünk, na adj ide szépen az értékeket! Én vagyok a izé, én vagyok a Krisztián haverja, na ja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 j
garázsba, hát itt lesz egy kard. Itt nincsen semmi. Véged, nem már! Nem már, nem már, nem már! Hol van kis segíts már! Fúj! Na, gyerünk! Nem baj, kapjuk el! Ne! Kapjuk el valahogy! Jó, gyerünk! Kis üsd! Dóra, állj le! Jaj, nyugi! Na, Dóra, nyugalom! Na, úgy van, szépen állj ott, ahol ott állj ott meg, ahol vagy. Dobd ki a gyémánt kardot szépen. Na, szépen dobd ki. Azzal nem szabad játszózni. Véged. Na, nyugodj már le! Na, szépen állj meg, állj! Oké, nem így akartam. Úristen, mennyi gyémánt. Krisztián, hallod? Nem azt mondod, hogy kevés kis pénzed van? Nem azért mondom, de ez kicsit több, mint kevés.
Hát én most semmit se tudok mondani. Hát elhiszem. Na jó, tudom, itt visszarakom a pénzdet, jó? Ezt így vissza... Új, talán 10 gyémánt blokk is, amit így, ja, odaadtam. Na mindegy, tudom, itt visszarakom a cuccaidat, jó? Egyszerre lettem özvegy és szingli. Jaj, szegény. Nyugi, Krisztián, majd... Majd a nézők közül biztos sokan jelentkeznek, amúgy nem tudom. Na jó van, srácok! Én szerintem akkor elköszönök, köszépen jutottok fel ebben a videóban. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Érdekes volt, segítettünk legalább Krisztiánnak egy nagyon rossz kapcsolattól, hogy megmentettük, meg visszaveszünk neki a pénzét. Szóval srácok, hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve fel a csatornámra. A mai napon a Dani Kalandok csatornámon nem lesz videó, mert... Nagyon késő van, és mivel fennmaradtam eddig, hogy videózzak, ezért már nem nagyon van kedvem még egyet felvenni. Szóval ez lesz mára, de a Dani Minecrafton lesz videó. Szóval ott találkozunk ez a videó után. Én Dani voltam, és köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!